kártya, szint a tavasz, ez a szív ugyanaz, csak a ritmus vált. Áttör a jégen a gyenge virág, te sem másoktól várd a csodát. Egy héten belül a második óvoda felújítását ünnepelték Kartalon szeptember 11-én. Ezúttal a Játéksziget napközi otthonos óvoda Rákóczi úti megújult tagintézményét avatták fel. Olá Klára Mária, Kartal polgármestere beszédében kiemelte, az önkormányzat legörömtelibb feladatai közé tartozik az átadó ünnepségek megszervezése. Egy hét telt el, és azt gondolom, hogy ez az egy hét, bár rövid időnek számít, de nagyon sok munka volt mögötte. Egy újabb pályázattal előrébb tudott lépni a település, egy újabb pályázattal egy olyan épületet tudtunk felújítani, melyhez 20 évvel ezelőtt nem tudott hozzányúlni az önkormányzat, az anyagi keretek, az anyagi forrása nem tette lehetővé. Itt mögöttem egy szép óvoda áll, de ahogy az idő minden ingatlant, de ahogy az embereket, vagy bármilyen tárgyeszközöt nézünk, az idő vasfoga mindenen meglátszódik, és hozzá kell nyúlni, felújítani, karbantartani kell. Ugyanúgy látta az önkormányzat, hogy ezt az épülethez is forrást kell szereznünk, és el kell kezdeni ennek az épületnek is a felújítását. És itt jött képbe a belügyminisztérium által kiírt pályázat, amit folyamatosan évről évre csak dicsérni tudok, és mint polgármester azt tudom mondani, hogy megint az élettel párhuzamos, gyakorlatias pályázatot sikerült a belügyminisztériumnak kiírni, mint támogatónak, és egy olyan pályázatot, amit valóban szüksége van a településnek, és valóban használatra válik. Mondom ezt úgy, hogy ki kell hangsúlyoznom, és megköszönni helyettes államtitkár úrnak, hogy ez a harmadik BMS önkormányzat is pályázatunk, amit megnyertünk. Az első ilyen pályázat a központi óvodánál volt, szintén BM forrásból, a második az idei évben, mikor Pogácsás államtitkár úr jelen volt, és átadtuk az orvosi rendelő, felújított orvosi rendelőt, és most harmadjára tudunk itt állni, és megköszönni az államtitkár úrnak, helyettes államtitkár úrnak, illetve Pogácsás Tibor államtitkár úrnak is, hogy harmadik alkalommal esélyt adtak nekünk, hogy BM forrásból ezt az óvodát is fel tudjuk újítani. Hozzáteszem, nem én lennék, hogyha nem említeném meg, hogy reménykedve várom a negyedik kérelmünk elbírálását. Természetesen beadtuk, és remélem, hogy arra is pozitív döntés fog születni, és fel tudjuk újítani Kartal járdáit is. De folytatnám a köszönettel. Államtitkár úr után országgyűlési képviselő úrra nézek, és köszönöm, hogy lobbizott, és mellettünk áll. Köszönöm a kormánynak is, hogy ilyen pályázatokat ad ki, és köszönöm a kormánynak azt a családpolitikáját, amit folytat. Annál is inkább, mert hogy egy újabb problémával fogunk szembenézni, intézményvezető asszonnyal már azt néztük, hogy a demográfiai hullám Kartalon a gyerekek száma emelkedik, és jövőre újabb csoportszobával kell bővítenünk a központi óvodát, ez azt jelenti, hogy újabb beruházásra lesz szükségünk, és újabb forrást kell szereznünk. A polgármester összefoglalta a felújítás és energetikai korszerűsítés részleteit is. Egy pár szót erről a pályázatról. Mint mondottam, a belügyminisztérium támogatta, Kartal nagyközség önkormányzata harmadik alkalommal megnyerte ezt a BMS pályázatot. 28.926.624 forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk. Ehhez a támogatáshoz 5% saját erőt tettünk hozzá, illetve megjegyzem, ha majd be fognak menni az óvodai épületébe és szétnéznek, látni fogják, hogy nem csak a pályázati beruházást valósítottunk meg, hanem ezen kívül beépített bútorokat kaptak a csoportok, ágyakat kaptak, öltözőszekrényeket kaptak, tehát igyekeztünk a belső tért is még pluszba a saját forrásból kiegészíteni, a pályázati lehetőségekhez hozzányúlni, és pluszban még ezeket megvalósítani. Mint ahogy egy héttel ezelőtt a központi óvodánál elmondtam, most is elmondom, azt gondolom, hogy egy 90%-át befejeztük mind a két épületnél a beruházásoknak, felújításoknak, de természetesen mindig vannak apró elmaradt dolgok, és ezeket intézményvezető asszonnyal egyeztetve, és a forrásainkat figyelembe véve a továbbiakba meg fogjuk próbálni pótolni természetesen,
Tehát a szülőknek, nagyszülőknek, gyermekeknek üzenem, illetve óvónőknek is lobbizzanak, mint ahogy az önkormányzat lobbizik a kormánynál, az ő kötelességük, hogy lobbizzanak az önkormányzatnál. Ennél a BMS pályázatnál, mint ahogy látják, a külső hőszigetelés és színezés megtörtént, egy új szint kapott az óvoda, fel lett frissítve, a hőszigetelés miatt kevesebb lesz a fűtésszámlánk, tehát energiakorszerűsítés is végbe ment. A nyilászárókat kicseréltük műanyag nyilászárókra. Tisztasági festés történt, a hidegburkolatok cseréje, melegburkolatok cseréje megtörtént. A mosdónak, mosdó teljes mértékben felújításra került, és a szaniterektől kezdve a csaptelepektől mindent felújítottunk. Gépészet tekintetében egy új kazánház került kialakításra, korszerű radiátorokat építettünk be, illetve a világítás korszerűsítést is magába foglalta a pályázat. Az óvoda épületének fűtése, a helyi melegvízellátási rendszere elavult volt, az épületen belül helyezkedett el a kazánház, ez előnytelen volt a gyerekeknek, az óvónőknek. Ezt a kazánházat, itt egy melléképületben, amit itt látnak tőlem baloldalt, ezt a kazánházat kivitelezővel közösen megoldva kint történt az elhelyezése, ezáltal a gyerekeknek és óvónőknek is én azt gondolom, hogy egy praktikusabb, jobb belső teret tudtunk biztosítani. Olá Klára Mária háláját fejezte ki mindazoknak, akiknek szerepe volt az óvoda felújításában. Külön köszönetét fejezte ki a kivitelező Kft. Ügyvezetőjének, Füzeséri László kartali vállalkozónak, mivel a minőségi munkát úgy sikerült elvégezni, hogy közben az óvodai nevelés is folytatódhatott. A polgármester az ünnepi alkalomra egy örömteli bejelentéssel készült. A mai napon megkaptam a KEHOP 5.2.9 támogatói szerződését, amit alá fogok írni és vissza fogok küldeni az Innovációs Minisztériumnak. Ez a szerződés arról szól, hogy Kartal település megnyerte a sportpálya épületének a felújítására irányuló pályázatot, illetve a sportcsarnok hőszigetelésére irányuló pályázatot. Két épületet fogunk elkezdeni felújítani. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy település fejlődését nézzük, és azt nézzük, hogy el kell jutni A-ból B-be, akkor nem csak azt kell nézni, hogy eljutottunk-e A-ból B-be, azt is, hogy milyen időtáv alatt. Mert meg lehet tenni egy év alatt, 10 év alatt, de lehet pár hónap alatt, vagy 2 év alatt is megtenni ezt az utat. És mi nem csak arra törekszünk, hogy egy lépést előre tegyünk, aztán jöjjön a másik lépés, hanem arra is, hogy minél gyorsabban menjenek ezek a lépések, hiszen a mostani gazdaságpolitika, az a tendencia, az az ütem, amit nekünk a kormány diktál, és ezt jó értelemben mondom, az a lehetőség, amit az önkormányzatoknak nyújt, meg is követeli az önkormányzatoktól azt, illetve a képviselőtestülettől azt, hogy igenis haladjunk, nem kis ütemben, nagy mértékben. Adott a lehetőség, és ezzel a lehetőséggel nekünk, minden önkormányzatnak élnie kell. A felújítás támogató belügyminisztérium képviseletében dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár vett részt az ünnepségen. Beszédében hangsúlyozta az önkormányzatok jelentős szerepét a helyi közösségek formálásában. Én azt gondolom, hogy a Magyarországon az önkormányzatok szerepe és feladatai leginkább a közösségépítésben, a helyi közösség formálásában a jó értelemben vett hosszú távú összetartó és tennikész közösségépítésben csúcsosodnak ki, és most is egy ilyennek vagyunk tanúi, amikor egy közösség összefog, egy közösség gondolkodik, jövőt épít, és tervez, és feladatokat vállal azért, hogy a mai élő generációknak és a később jövők, utánunk jövő generációknak is jó legyen. Polgármester asszony néhány szóval említette ezt a pályázatot, ami kapcsán ez a beruházás itt mögöttünk megvalósulhatott, ez az önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések pályázata. Ezt minden évben kiírja a belügyminisztérium, a tavalyi évben is kiírtuk. Ez egy nagyon népszerű pályázat az önkormányzatok körében. A népszerűsége abban áll, mert az uniós pályázatokhoz képest, és úgy általában a pályázatokhoz képest egy viszonylag egyszerű és gyorsan lebonyolítható pályázatról beszélünk, tervezéssel, pályázattal, döntéssel együtt nagyon gyorsan meg tud érkezni a támogatás a településekhez. Nagyon népszerű a települések között.
Tavaly évben csak egyetlen egy számot szeretnék önöknek mondani. 1899 önkormányzat volt az, aki ezen a pályázaton elindult. Ez nagyjából az önkormányzatainknak a kétharmada. És az idejében is volt egy ilyen pályázati kiírásunk. Ebből miniszter úr már egy kördöntést hozott, és most a kollégákkal dolgozunk rajta, hogy még forrás átcsoportosítással még egy kör döntést tudjunk hozatni a miniszter úrral, és aztán meglátjuk, hogy az idei pályázók közül ebbe kik tudnak beleférni. Ugye a Kartal településnek a pályázata, ez a Játéksziget óvoda tagintézményének a felújítására irányult, a megújítására, korszerűsítésére irányult, és én azt gondolom, hogy ez ékes példája annak, hogy gondolkodik, hogy mit gondol egy település arról, hogy a rábízott vagyonnal hogyan és milyen módon kell bánni. És én azt gondolom, és ezt valljuk is, hogy a kormány minden segítséget, támogatást megad a gyermeket nevelő családoknak, ezért építünk bölcsődéket, óvodákat, ezért újítunk meg bölcsődéket, óvodákat, de vagy akár más gyermekeket ellátó intézményeket, és ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez a kormány partnereket keres, és partnert lát az önkormányzatokban, és azokban az önkormányzatokban, akik olyan vezetőkkel, olyan képviselőtestülettel, olyan polgármesterrel rendelkeznek, akiknek saját maguknak is van jövőképe, víziója és tervei, hogy mit szeretnének megvalósítani a jövőben, mit szeretnének elérni a jövőben. És ehhez én azt gondolom, hogy eddig is és a későbbiekben is a kormányzat mindenkinek, minden együttműködésre kész, partnernek együttműködésre kész önkormányzatnak minden segítséget megadunk és megad. Vécsei László, a térség országgyűlési képviselője, osztozik a kartali képviselőtestület meggyőződésében, miszerint a jövő építéséhez elengedhetetlen a gyermekeket ellátó intézmények fenntartása, fejlesztése. Nagyon sok feladata van az önkormányzatoknak. Nagyon sok olyan feladat, amely feladatok a helyi emberek, a helyi közösségek mindennapjait, életminőségét, a jó érzését szolgálja, és a nagyon sok feladat mellett is azt veszem észre, hogy a jól gondolkodó önkormányzatoknál első helyre kerülnek azok a feladatok, amelyek a gyerekekkel, az ifjúsággal, a felnövekvő generációkkal kapcsolatosak. Minden önkormányzat, ahol látják azt, hogy a jövő a gyermek, minden olyan önkormányzatnál, ahol tesznek érte, azt látom, hogy a fejlődés, a bővülés szervesen, és hát talán ezt is hozzátehetem, hogy nem nélkülözve lelki tartalmakat is megy végbe. Ez a kartali óvoda avatás sorozat, mert szinte már sorozatnak lehet mondani, arra mutat, hogy Kartalon ezt pontosan fölismerte a község közössége, fölismerte a község vezetése, polgármesterasszony, képviselőtestület, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, különösen az elkövetkező egy hónap eseményeire tekintettel a kartaliak számára. Mindenki Kartalon, aki osztozik abban a meggyőződésben, hogy a gyermekek számára adni kell, minél többet kell adni, hogy a jövő épülhessen, hogy egybe lehessen, azt gondolom, hogy megérthetik, hogy ez a kartali önkormányzat, ez a képviselőtestület, ezért dolgozik. Így dolgozik, és jól dolgozik, ezt az eredmények mutatják, mondom, nem csak az óvoda felújítások, hanem az egyéb fejlesztések tekintetében is. Dormányné Szabó Andrea, az intézmény vezetője beszédében kifejtette, a felújított, korszerűsített óvoda a gyerekek és az óvoda pedagógusok szempontjából is ideális feltételeket biztosít a neveléshez. A Rákóczi úti óvoda a gyerekek nyelvén a kisovi kívül-belül megszépült. Polgármester asszony szavaival élve színes, meseóvodává kezd válni. Azonban ne felejtsük el, hogy a gyerekbarát, színes külső a változásoknak csak egy kis szelete. Felnőtt szemmel nézve a legfontosabb, hogy korszerűbbé vált épületben jobb tárgyi feltételeket tudunk biztosítani gyermekeinknek. Kovács Lajosné, a Játéksziget napközi otthonos óvoda Rákóczi úti tagintézményének vezetője is csatlakozott Dormányné Szabó Andrea intézményvezető asszonyhoz, és szintén köszönetét fejezte ki a felújítás megvalósulásáért.
A köszöntőbeszédeket ünnepi műsor követte. Az óvodapedagógusok és a gyerekek őszi játékfűzést, verset, majd őszi dalokat adtak elő. Magyar házban a vendéget szeretettel várják, pirosra sült friss cipóval szívesen kínálják. Ha nincs cipó, ha nincs kalács, mit tehet az ember? Köszönti a vendégeket meleg szeretettel! Akárói szőlőbe két szál megszőve, szia fújja, fúj dogálja, harmadnapos hajdogálja. Sűrű, sűrű, rafrafra, sűrű, sűrű, rafrafra. Akárói szőlőbe két szál megszőve, szia fújja, fúj dogálja, harmadnapos hajdogálja. Sűrű, sűrű, rafrafra, sűrű. Bóbita, bóbita épít, hajnali kőt fal a vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita, bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében. A felújított óvoda ünnepélyes átadását jelképező nemzeti színű szalagot a gyerekek bevonásával vágta át dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár, Olá Klára Mária Kartal polgármestere, Gyöngy Mónika alpolgármester, Dormányné Szabó Andrea intézményvezető, valamint Vécsei László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője.